Mindenki Akadémiája színpadán ma este Krón Norbert, Szilárd testfizikus. Tisztelettel üdvözlöm a televízió nézőit, Krón Norbert vagyok, fizikus, és azért vállaltam ezt a megtisztelő feladatot, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy a tudomány, ezen belül pedig a fizika nem csak hasznos, hanem gyönyörű. A világ egyik legismertebb fizikusa a 82 éves Krón Norbert. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és alelnöke is volt. Majd 20 évig vezette az Akadémia Fizikai Kutatóintézetét. Számtalan magyar és külföldi díj, valamint elismerő oklevél gazdája. Azt szoktam mondani, hogy ha valamit azért csinálsz, hogy megköszönjék, akkor ne csináld. Ennek ellenére, ha kapja, az ember jól esik. Gyerekkorában persze még nem kacérkodott a fizikusi pályával, bár a műszaki beállítottsága már akkor is egyértelmű volt. Én Csepelen nőttem föl, a Weissmann-Fari gyár közelében. Édesapám ugyan műbútorasztalos volt, de a testvérei általában a vas acéliparban helyezkedtek el, és én nyaranként a csepeli gyárban kerestem meg a borravalómat az iskolai időre. Az 50-es években gyári munkás család sarjaként nem volt sok gondja az egyetemi felvételivel. Bementem a felvételi bizottság elé, megkérdezték tőlem, hogy tudom, hogy ki volt Ötvös Loránd, mondtam, hogy tudom, nem is várták meg a választ, azt mondták, hogy köszönjük, fölvettek. Így lettem fizikus. Krón Norbert a mai napig évente több tucat előadást tart külföldi konferenciákon. Tudományos munkájának köszönhetően évtizedek óta járja a világot. A Spanyol Akadémia tagja vagyok, és arról egy diplomát kaptam, és az elfölön felejtettem. Nem férne a bőröndömbe, és fölraktam a polcra, és ott felejtettem. A Prima Primissima díjért járó lovasszobrot is majdnem elhagyta. Utólag kellett visszakéreckednie a gála helyszínére. Az ott álló őrnek mondtam, hogy visszajöttem a lovamért. És úgy nézett rám, mint aki arra gondol, hogy ez az ember megült. De engedett. Két gyermeke, 8 unokája van, és 2 hónapja megszületett az első dédunokája is. Krón Norbert a tudományos élet egyik élő legendája. Nevéhez több száz tudományos cikk és számos szabadalom fűződik. 2015 évet az Európai Fizikusok Kezdeményezésére az Egyesült Nemzetek Szövetsége a fény éveként fogalmazta meg. Mégpedig azért, mert mindenki felismerte, hogy nem csak a tudományban és a technológiában, hanem a természetben, sőt a kultúrában is a fénynek meghatározó szerepe van, mégpedig egyre növekvő szerepe. A mai napig aktív fizikus a 80. évéhez közeledve tette egyik legnagyobb felfedezését. Olyasmit sikerült csinálni, amit még soha senkinek. Egy anyag elektromos ellenállásának elvesztését szobahőmérsékleten, azt az utóbbi 3 évben sikerült csinálni. Egy egyszerű véletlen elejtett mondat és az én eredményeim összekapcsolása segítségével. Azokat az anyagokat hívják szupravezetőknek, melyek elvesztik az ellenállásukat. Csak nem 100 éve ismerik ezt a jelenséget, ám eddig csak nagyon alacsony hőmérsékleten, körülbelül mínusz 200 Celsius fokon sikerült ezt elérni. Az derült ki, hogy azért viselkedik úgy a kilépő sok elektron, mert az aranyban sikerült létrehoznunk egy olyan állapotot, hogy nincsen ellenállása az aranynak, ezt úgy hívjuk, hogy szupravezetés. Ezt csak nagyon alacsony hőmérsékleten sikerült eddig megcsinálni, nekünk pedig itt szobahőmérsékleten sikerült. Krón Norbert felfedezésének a legszebb része, hogy egy teljesen más témájú előadásban elhangzott félmondat vezette rá erre a fontos kísérletre. Az a gyönyörű, hogy az ember általában ott találja a meglepő, igazán új dolgokat, ahol a legkevésbé várta. A
Mindenki Akadémiája színpadán Krón Norbert fizikus professzor, és témája a fény és nanotechnológia. Amikor fényről beszélünk, akkor az úgynevezett elektromágneses sugárzásnak, amelyik a rádióhullámoktól a röntgen sugarakig terjedő nagyon széles spektrumot ölel föl, egy nagyon keskeny részével ismerkedünk meg. Ez az a spektrum, az a színspektrum, amit látunk, és amire, mint fényre hivatkozunk. Persze sok minden információt hozzánk el az elektromágneses sugárzás többi részével kapcsolatban is. Az utóbbi években különösen sokat tanultunk a fény segítségével. Megtanultuk azt, hogy hogyan jött létre az a világ, amiben most élünk. Hogyan jött létre a világegyetem. Most már tudjuk, hogy mintegy 13,8 milliárd évvel ezelőtt egy óriási robbanás zajlott le, az úgynevezett ősrobbanás. Az ott keletkezett óriási energia kezdett kiterjedni, és ugyanúgy, mint amikor szódavizet készítünk egy szifonban, a szódavizet patron lehűl a kitágulás miatt, ez az energia is kezdett egyre hidegebb és hidegebb és hidegebbé válni, lehűlt. Ennek a kitáguló energia rengetegnek az egyrészt a megismerésével, másrészt pedig az ebből keletkező elemi részek, atomok, molekulák, csillagok, csillaghalmazok segítségével épült fel mindaz, amit körülöttünk szemünkkel, távcsöveinkkel és más műszereinkkel látunk. A lézerek 50-es években történő felfedezése után, amikor ugye a földfedezők azt mondták, hogy egy megoldás keresi a problémákat, sok ilyen problémát talált az emberiség. Az életnek szinte minden területén, a technológiai alkalmazásoktól az orvosi alkalmazásokig is. Azonban a fénnyel kapcsolatban egy alapvető probléma van, és ez a probléma ez az utóbbi időben került elő, mégpedig azon törekvés eredményeképpen, hogy az emberiség szerette a különböző dolgokat miniaturizálni. Egyre kisebb méretek felé távolodtunk el, eszközeinkkel, és beléptünk abba a korba, amelyet most röviden úgy szoktunk hívni, hogy a nanotechnológiák kora. Ez egy színes lepkeszárny. Kedvenc professzorom, aki nekünk elektrodinamikát, az elektromágneses sugárzás elméletét tanította az egyetemen, lepkebolond volt, és magyarázta nekünk, hogy milyen gyönyörűek ezek a lepkeszárnyak, mindenféle festék, pigmentek szorulnak bele, és ezért ilyen szép színűek. Kiderült, hogy szó sincs erről. Ezeknek a lepkéknek a szárnyában nincsen semmiféle pigment. Ezeknek a szárnyában ilyen rácsos struktúra alakul ki, ilyen rácsos struktúrát mesterségesen is lehet készíteni, ezt úgy hívjuk, hogy fotonikus kristály, és ezeknek a fotonikus kristályoknak az a tulajdonsága, hogy bizonyos hullámhosszú, bizonyos színű fényt nem engednek át. Tehát a visszavert fény színes lesz, hiszen hiányzik belőle valamelyik komponens. Egyébként ez a természetben van, de az emberiség is megcsinálta ezt. Ilyen fotonikus kristályokkal tulajdonképpen ugyanúgy lehetne tranzisztorokat készíteni, amit fénnyel működne, és nem árammal, mint a mostani tranzisztorok. Az a probléma azonban, hogy emiatt a korlát miatt, a diffrakciós korlát miatt nem lehet nagyon kicsivé tenni ezt, mert ha nagyon kicsivé tesszük, akkor már nem működik ez az egész. Hogyan lehetne ezt a problémát föloldani? Hogyan lehetne a nanotechnológiába átvezetni a fényt, hogy ott is ugyanolyan hasznos legyen, mint bárhol másutt. Ehhez még azt is hozzá szeretném tenni, hogy a nanotechnológia, amit említettem, kezd uralkodóvá válni, de nem csak a nanotechnológia, hanem a biotechnológia és az információs technológiák is. Ez az a három technológia, amely véleményem szerint olyan forradalmat hozott a világra, amilyen talán összemérhető, vagy talán még fontosabb, mint a 19. század mezőgazdasági vagy ipari forradalma. Ráadásul ezeknek a technológiáknak a kombinációi is hasznosak. Gondoljanak csak például arra, hogy meg tudjuk már mondani azt, hogy milyen betegségek mögött milyen genetikai problémák lehetnek, és ebben az esetben tulajdonképpen arról van szó, hogy
Amikor ezt megnézzük, akkor a nanotechnológiát és az információs technológiákat kombináljuk. Tehát ezeknek a kombinációja is nagyon fontos szerepet játszik. És hát ezek a technológiák is törekednek arra, hogy egyre kisebb méretek felé haladjanak el, beleütköznek abba a korlátba, amiről az előbb beszéltem. Mondok egy példát. Például csipeket gyártanak egy gyárban. A csipeket úgy gyártják, az integrált áramköröket, hogy különböző megvilágításokat alkalmaznak, és ezzel kémiai kezeléseket is csinálnak, és ezeket a megvilágításokat olyan maszkokon keresztül végzik el, amelyek olyan finomak, amilyen mintázatot létre akarunk hozni az illető anyagban. Na most, ezeket a maszkokat litográfiával csinálják. Ehhez fényt kellene, vagy a fényt fókuszáljuk, vagy pedig nagyon kis átmérőjű fénynyalábot kellene előállítani, ahhoz, hogy ilyen finom szerkezeteket lehessen vele csinálni. De a korlát miatt ez nem megy. Itt egy példát mutatok ezen az ábrán. Hullámok érkeznek egy réshez, mondjuk vízhullámok, azért szépen lehet szemléltetni. Ezek elérnek a réshez, és utána átlépnek rajta. Nagyon kicsire szorítjuk össze a rést, látszik, hogy belőle nem egy nyaláb megy tovább, hanem ilyen gömbhullámszerűen szétterjed a fény. Tehát nem lehet a nanotechnológiában ilyen finom mintázatok készítésére a fényt emiatt használni. Hogyan lehet ezen a problémán túllépni? Hát erre egy nagyon érdekes lehetőség kínálkozik. Említettem még azt is, hogy a színeket is befolyásolja ez a dolog. Ezen az ábrán azt mutatom, hogy bal oldalt van egy aranyörög. Természetesen a színek itt a képernyőn torzítanak, de az szép aranyszínű, tudjuk, hogy az milyen. Hogyha ebből egy nanométeres részecskéket csinálunk, nagyon pici részecskéket, ezt gondolják el, ez olyan 20-30 atomnyi átmérőjű részecske, akkor ez barna színű. Hogyha ebből 10 nanométeres, ugye a nanométer az a méter, nek egy olyan tört része, ahol a számlálóban egy, a nevezőben pedig az egyes után 9 nulla van. Tehát ezek nagyon pici méretek. Ha ilyen 10 nanométeres részecskét csinálunk, az piros színű. Ha 100 nanométereset, az pedig ugyancsak megint más, ibolyának talán mondhatnám, vagy talán ibolya színűnek lehetne nevezni. Mutatnék olyan példát, amelyek azt bizonyítják, hogy erre az emberek már régen rájöttek, hogy ilyen tulajdonsága lehet ilyen kis részecskéknek. Az egyik ábrán egy angliai katedrális mozaik ablaka látszik, aminek egy gyönyörű rubin színű gyűrű vesz körül. Ez a rubin színű gyűrű, ez egyszerűen üveg, amivel ilyen kis nanorészecskéket tettek bele, és ezért ez a gyönyörű piros színe van. A középső képen egy olyan kehely látszik, ez a British Múzeumban található, úgy hívják, hogy Lycurgus kehely, ez Krisztus előtt 400 évvel készült, mitológiai alakok vannak a felületén, ez egy üvegkehely, és zöld színű. Ha ebbe egy lámpát tesznek bele, Londonban a British Múzeumban ezt ki lehet próbálni, és fölkapcsolják ezt a lámpát, a kehelynek a színe pirosra változik. Ugyancsak azért, mert ilyen pici nano részecskéket oldottak bele a görögök ebbe az üvegbe. Na most mi az egésznek a magyarázata? Itt kezdődik az igazán izgalmas dolog. Látszik ott egy fényes négyzet, a négyzetben apró sötét lukak. Ez egy aranylemeznek a fényképe, amiben 100 nanométeres, tehát a látható fény hullámosszánál kisebb átmérőjű lukakat fúrtak. A klasszikus optika szerint, amiatt a diffrakciós korlát miatt, amit mondtam, ezeken a lukakon a fénynek nem lenne szabad átmennie. De látszik a mellette lévő képen, hogy bizony átment, látszanak a fényes pöttyök és a 240-es számnak is látszik a fordítottja. Tehát valahogy a fény átszökött ezen. Becsaptuk az optikát. Hogyan csaptuk be? Ezt elég kalandos úton lehetett aztán publikálni, mert a konzervatív tudósok először azt mondták, hogy ez szamárság. A kutató pedig úgy vette észre, hogy ezt a lemezt maga előtt tartotta, és észrevette, hogy mi van mögötte. Amit különben nem szerintem szabad látni, ő ismerte az optikát. Emögött az van, hogy a fényt le lehet kötni egy felületre. Én ezt szeretem új típusú fénynek hívni, pedig már a görögök is ismerték, csak nem tudták, hogy mi az. Mi már tudjuk.
Ez az új típusú fém, ez hozzáragad a felülethez, mondjuk az arany felületéhez, ott elkezd kószálni, és erre az új típusú fényre nem érvényes ez a korlát, a diffrakciós korlát, és ezért át tud bújni ezeken a lukakon, ott visszaalakul fényé, és látjuk. Na, ez az a megoldás, ami lehetőséget teremtett arra, hogy a nanovilágban is építsünk mikroszkópot. Mégpedig olyan mikroszkópot, ami ugyanolyan fényt használ, mint a klasszikus mikroszkópok, mégis majdnem, hogy az atomokat lehet vele látni. Ezt az új típusú fényt egy kicsit ügyeskedve kell létrehozni. A baloldali ábrán látszik, hogy ez az ügyeskedés azt jelenti, hogy egy üvegen keresztül kell engedni a fényt ahhoz, hogy ezt az új típusú fényt létre tudja hozni egy nagyon vékony aranyrétegben, ami ezen az ábrán látszik. És ez az új típusú fény, mint hullám, a felületen halad tovább. És erre az új típusú fényre nem érvényes már ez a korlát. Ezen alapul az a mikroszkóp, amit nekem sikerült létrehoznom, és ami a jobb oldali ábrán látszik, amelyik egy... úgy hívják ezt, hogy pásztázó alakút mikroszkóp. Ez tulajdonképpen semmi más, mint egy olyan dióda, ami egy fémfeletből és egy vele szemben lévő éles tűből áll. A régi diódák, ilyenek voltak, félvezető diódák, és ez a tű, ez nem ér hozzá a felülethez, csak nagyon közel van hozzá. A kvantummechanika szerint ilyenkor áram tud átfolyni a tűből az aranylemezbe, ezt úgy hívjuk, hogy alagútáram, és akik ezt a mikroszkópot felfedezték, azok ezt pásztázó alagút mikroszkópnak nevezték el. Ezt a tűt, ezt végigvisszük a felületen, végigpásztázzuk, és le lehet vele tapogatni a felületet, és ilyen módon képet lehet a felületről csinálni. Na most, ehhez nem kell ez az új típusú fény, ez normálisan működik. Amit nekem sikerült annak idején csinálnom, az volt, hogy ezt az új típusú fényt erre a fémfelületre rávezettem. És ezt is le lehetett tapogatni. A középső ábrán az látszik, hogy a mikroszkóp, ha egy ilyen fényimpulzussal ezt a 30 mikroszekundumos ebben az esetben, fényimpulzussal ezeket a fényeket gerjesztjük, akkor ezt is le lehet tapogatni. És ilyen módon egyszerre ennél a felületről három képet lehet csinálni. Itt azt csináltam, hogy ezüsttel bombáztam a felületet, én kis kráterek is keletkeztek, mellette az látszik, hogy fölmelegedett a felület és változott a hőmérséklete, a harmadik ábrám pedig ennek az új típusú fénynek az eloszlása látszik. Ez az új típusú fény az, ami lehetőséget tett arra, hogy látható fénnyel a nanotechnológiában mikroszkópizáljunk. Ezzel a mikroszkóppal azt látszik most a jobb oldali ábrán, hogy ha a mikroszkópra pozitív feszültséget kapcsolunk, akkor a mikroszkóp pozitív jeleket ad, ha negatív feszültséget kapcsolunk, akkor negatív jeleket ad. De ez nem mindig van így. Ilyen szép felületeket lehet készíteni, az a göröngyös felület, az egy ideális aranytükörnek a felülete, a mellette lévő az pedig ennek az új típusú fénynek a képe. Látszik, hogy az az új típusú fény ezeken a göröngyökön megáll. És ott, ahol megáll, ott nagyon rövid negatív jeleket kapunk akkor a mikroszkópon, ha negatív a mikroszkóp feszültsége, de akkor is negatív jeleket kapunk egy darabig, ha pozitív. És ez már egy nagyon érdekes dolog. Most itt azt csináltuk, hogy bekapcsoltunk nagyon rövid fényjeleket a mikroszkópba. Mondok most egy nagyon csúnya szót, 100 femtoszekundumos fényt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan másodpercnek olyan töredéke, ahol a számlálóban egy van, a nevezőben pedig az egyes után 13 nulla. Nagyon rövid. Ennek a lézernek az intenzitása tetején olyan nagy, ami nagyobb, mint a teljes magyar villamos energiafogyasztás, de nagyon rövid időre. Ezzel azt tapasztaltuk, hogy ez a mikroszkóp nem úgy viselkedett, ahogy mi vártuk volna. Egyrészt volt benne egy olyan dolog, hogy negatív jelet adott, és ez nagyon kicsi volt. Másrészt kiszélesedett a jel, aztán megint összevont, aztán megint kiszélesedett, tehát így lélegzett, hogyha változtattuk a lézerintenzitását. Ezt nem értettem, amikor véletlenül egy konferencián egy mondatot hallottam. A konferencia az úgy szólt, mint ahogy tudjuk, szupravezető anyagokban az alagút effektus valószínűsége csökken. Az én eszközöm egy alagút effektus használó eszköz,
És volt benne egy ilyen minimum, és ki is szélesedett, ez azt jelenti, hogy a valószínűség csökkent, és még más is történt. És tudjuk, hogy ilyenkor az elektronok még így egymással párba is összeházasodhatnak, egymással szembeállítva, ezek kis mágnestük, és egymással szembeállnak. Most azt is tudjuk, hogy ez a szupravezető anyagok jellemzője. Az emberiség álma volt már régóta, hogy szobahőmérsékleten csinálunk szupravezetést. A szupravezetés azt jelenti, hogy ha nagyon alacsony hőmérsékleten lehűtünk egy anyagot, alkalmas anyagot, akkor annak nincs ellenállása, ha ebben áramot hozunk létre mondjuk egy zárt hurokban, akkor az örökké menni fog. De ez csak nagyon alacsony hőmérsékleten lehetett. Itt mi ezt szobahőmérsékleten csináltuk. Megvalósítottunk egy álmat, hát ugye egy kísérlet az nem kísérlet, csináltunk még másikat is. Ebből az aranylemezből, hogy ezzel az új fitusú intenzív fényel megvilágítjuk, elektronok lépnek ki. Ezeknek az elektronoknak megmértük az energiáját. Mégpedig úgy, hogy megnéztük, hogy egy adott távolságot mennyi idő alatt tesznek meg. Hívjuk, hogy repülési időmérő spektrométer. Ez a repülési időmérő spektrométer fölvette különböző lézerintenzéseket rákapcsolva erre a mintára, hogy mi a válasz. Hát kiderült, hogy a bal oldali ábrán látszik egy ilyen bonyolult három csúcsos spektrum, a legkisebb, a legközelebbi spektrumnak a intenzitása ugyanúgy változik, mint ahogy a mikroszkópnak a jele kiszélesedett. Ez azt jelentette, hogy azok az elektronpárok, amiket összeházasítottunk, és amelyek nagyon rövid ideig gerjesztődtek, utána egy milliárdszor hosszabb ideig életben maradtak. Tehát létrehoztunk egy olyan szupravezető állapotot, amelyik nagyon rövid idő alatt hoztuk létre, és utána nagyon sokáig élőben maradt. Na hát ez már mindjárt egy nagyon érdekes dolog, szenzációs is. Manapság mindenhova hívnak, hogy erről meséljek, mert ez olyan dolog. Itt látszik, hogy az elméletiek mit mondtak erre. Ez azt mondták, hogy ha ez a hullámzó görbe mindenhol pozitív, akkor ilyen nincsen, hogyha valahol lemegy a negatívba, ott az elektronok összeházasodnak. Megnéztük a mi méréseinkkel, kiderült, hogy ebben a tartományban vagyunk. Tehát láttuk, hogy valóban az elektronok összeházasodnak. Még sok minden más is van, például tudjuk, hogy a szupravezető anyagok nem szeretik a mágneseket. Szupravezető anyag, ha a mágnes térbe tesszük, azok kilökik magukból, a mágneses tér csak kívül létezik, a szupravezető anyagban nem. Megnéztük, hogy bekövetkezik ez nálunk. Valóban szupravezető állapotban, abban a tartományban, ahol a szupravezetés van, ott valóban a kísérletek szerint is úgy viselkedik az anyag, hogy a mágneses teret nem szereti. Hát úgy gondoltam, hogy ez aztán most már tényleg elég ahhoz, hogy merjem azt mondani, noha ez egy nagyon bátor kijelentés, hogy sikerült valamit csinálni, amit az emberiségnek még soha nem sikerült. Ez persze szenzáció, ez a konferenciákon is látszik, és hadd mondjam el, hogy Kínában tavaly októberben tartottam erről egy előadást, és egy kolléga fölállt, és azt kérdezte, hogy és ezt mire lehet használni. És erre mondtam neki, hogy még nem tudom, zárójelben hozzátenném, van azért már néhány ötletem, csak arról még nem beszélek, mert azt először ki kell találni, hogy az valóban úgy van-e, de engedje meg, hogy egy történetet mondjak el. Amikor az elektromosságot Michael Faraday Angliában felfedezte, akkor az angol pénzügyminiszter meglátogatta őt. Ugyanezt a kérdést tette fel Michael Faradaynek, Faraday erre a következőképpen válaszolt. Miniszter úr, még nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy ön hamarosan megadóztathatja. Én is ezt válaszolom. Körülbelül itt tartunk most, természetesen a kísérletek zajlanak, a tudományban az is gyönyörű, hogy minél több problémát old meg az ember, annál több újabb és újabb problémával találkozik, ezért az embernek gondolkodnia kell, a gondolkodás pedig az agyat frissen tartja, és ez nagyon fontos mindennapi életünkben is, akár fiataloknál, akár idősebbeknél, akár az iskolában, akár a munkahelyen, akár nyugdíjasként, gondolkodni fontos. Ugye már a latinok is mondták, hogy gondolkodok, tehát vagyok. Legyünk, gondolkodjunk, és akkor erre is meg fogjuk találni a megoldást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
magával ragadó előadást tartott, lehetett érezni rajta, hogy ezt nagyon szereti, ezt a témát, nagyon szeret vele foglalkozni. Szeretné, hogyha mi is, tehát mindenki szeretné legalább egy pici töredékére, amennyire ő ezt ebben foglalkozni, meg hogy a tudományt, hogy átadja nekünk, hogy ez élvezetes tényleg úgy, ahogy az elején megemlítette. A fizika azért egy elég nehezen érthető, legalábbis általánosságban, de nekem nagyon tetszett és érthetőnek találtam. Kicsit bonyolultabbnak képzeltem el, de a professzor úr előadása az teljesen jó volt, és érthetően átlátható volt végül is a téma, amiről beszélt. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap a hazai élelmiszerkutatás gurujától, Kassa Gyulától megtudhatják, mennyi ételt pazarol egy magyar háztartás.